Bár a baloldal tényleg öles nagy gödörben van, attól még az ország fontos eredményeket tudhat magáénak. Engedje meg, hogy pár példát felhozzak, mondjuk 10-et. Kezdjük azzal, hogy sokkal többen dolgoznak 2010-hez képest. Egész pontosan 741 ezerrel többen dolgoznak ma Magyarországon. Ami pedig a szegénységet illeti, 2012 óta 730 ezerrel csökkent a szegénység kockázatának kitettek aránya. Növekszik közben a gazdaság. Az idei évre akár 4%-ot megközelítő gazdasági növekedés is elképzelhető. Volt olyan év a baloldali kormányzás idején, amikor majdnem 7%-kal csökkent a gazdaság. Mindeközben nőnek a bérek. A januári emelésekkel együtt a minimálbérek 88%-kal lesznek magasabbak 2010-hez képest, a szakmunkás minimálbérek pedig megduplázódnak. Mindeközben sikerült megvédeni a nyugdíjak értékét, és emellé idén a nyugdíjasok nyugdíjkiegészítést, nyugdíjprémiumot és Erzsébet utalványt is kapnak a tavalyi évhez hasonlóan. Az energiaárakat sikerült a negyedével csökkenteni, és hogyha önökön múlt volna, vagy önökön múlna, akkor átadták volna az ármeghatározás jogát a multiknak vagy Brüsszelnek, ami, mint jól tudjuk, áremelkedést jelent. Hetedjére elindult egy jól működő otthonteremtési program, amit önök rendszeresen támadnak. Egy olyan program, amely eddig 60 ezer fiatal családnak nyújtott segítséget. Engedje meg, hogy azt is elmondjam, hogy több mint 300 ezer gyermek étkezik ingyen Magyarországon. Olyan intézkedés ez, amely egyébként az elvileg szociálisan érzékeny baloldalnak még csak eszébe sem jutott. Azt sem önök fundálták ki, hogy a diákok 85%-a ingyen kapja a tankönyvcsomagot. Mert a cél az, hogy egyetlen egy gyermek se legyen Magyarországon, aki azért nem jár iskolába, mert a szülei ezt nem tudják fedezni. Talán egyébként titkon ön is elismeri annak a jelentőségét, hogy 40%-kal kötöttek többen házasságot 2010-hez képest, miközben 20%-kal kevesebb a válás. Hiába csóválja a fejét, ennek van jelentősége. És annak is van jelentősége, hogy kevesebb, mint felére csökkent Magyarországon a bűncselekmények száma, minden bizonnyal köszönhetően annak is, hogy 2010 óta 7000-rel több rendőr van az utcákon. És hogy a hevenyészet lajstromot zárjam, sikerült mindeközben megvédeni a határainkat, pedig volt olyan nap Magyarországon, amikor 10000-en lépték át illegálisan a határokat. Hogyha önökön múlt volna, akkor most nem ez lenne a helyzet. Tisztelt baloldali képviselők, tisztelt LMP-s képviselők, ez csak pár kiragadott példa, amelyekkel talán le tudjuk önöket beszélni arról, hogy saját helyzetükből fakadó hangulatukat kiterjesszék az egész országra. Tisztelt képviselőasszony, több munkahely, fokozatosan növekedő bérek, több támogatás a családoknak és megerősített biztonság. Többek között ezek a mi eredményeink, és szeretnénk is megvédeni őket, többek között önöktől.